Ez a videó nagyon izgalmas számomra elég sok dolog miatt. Mindent el fogok mondani, de az elején kezdjük azzal, és pontosan ezért kell végignézned a videót. Meg fogok mutatni egy olyan szoftvert, amit azóta, hogy Mac-re váltottam, 15 éve használok. Tényleg, hogyha te is Apple user vagy, CleanMyMacX egy kötelező darab. Úgyhogy tegyél szívességet a Mac-ednek, és menj a cleanmymac.com-ra, és töltsd le most egyből, illetve miután megnézted ezt a videót. Vagy most. Csak csináld meg. Szóval ebben a videóban pontosan meg fogom mutatni, hogy miért ennyire hatékony és király az operációs rendszeret karbantartása számára sok junk és elbújt fájloknak a megtalálására, és még lesz egy nagyon jó különleges ajánlat is, úgyhogy nézd végig ezt a videót, de először jöjjön az intro. Ugye az elején említettem, hogy tök izgalmas számomra ez a videó több dolog miatt is. Hadd mondjam el a másikat, ami egyben egy ilyen disclaimerként is funkcionál. De hol is kezdjek neki? Tényleg egy nagyon lojális felhasználója vagyok, több mint 10 éve a CleanMyMacX-nek, és amikor láttam youtubereket, hogy együttműködnek a MacPow-val, ami az a szoftvergyártó cég, aki gyártja a CleanMyMacX-et, mindig egy álmom volt, hogy legyen egy kollaboráció köztünk, és bemutathassam nektek egy ajánlattal együtt ezt a szoftvert, és eljött ez a pillanat, hivatalosan is partnerek lettünk a MacPow-val, ami nyilván azt is jelenti, hogy ennek a videónak a szponzorai, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármilyen beleszólásuk is lenne, hogy mit vagy hogy mondok ebben a videóban, vagy kötelező lenne nekem, úgyhogy csak is a legőszintébb véleményemet mondom el, és amúgy ők is akkor láthatják ezt a videót, amikor te is. Igazából csak örülök, hogy partnerek lettünk. Na de most beszéljük át, hogy mi egyáltalán a CleanMyMacX. Ez a leghatékonyabb bármilyen fixáló program a Mac számára, ami egy baromi király felhasználó élményt ad, nagyon szép a dizájnja is. Igazából, hogyha be tudod kapcsolni a számítógépet, akkor ezt az appot is tudod használni, annyira vérprimitív, egyszerű. Na de mik ezek a funkciók, amiktől annyira el vagyok ájulva? Kitörölni a mindenféle system junkot, vagy nem használt appokat, hogyha van valamilyen malvered, vagy vírusod, azt megtalálja, megfelelően kitörölni, uninstallálni különböző appokat, és tényleg az, hogy a Mac-ed a leggyorsabb tudjon lenni, még akkor is, hogyha régebbi. És hogyha régebbi, vagy lassúnak érzed a Mac-ed, akkor tényleg egyből töltsd le, menj oda. Úgyhogy hadd mutassam meg a kijelzőmet, megmutatok mindent lépésről lépés, hogy hogy kell letölteni, különböző beállításokat, milyen funkciók vannak, úgyhogy nézzük is meg. Kezdjük a weboldallal, ahogy ugye említettem, cleanmymac.com, itt leírnak nagyon sok mindent nyilván angolul, van egy blog részük is, és hogyha meg szeretnéd venni, akkor egy Mac-re 13.000 forint, két Mac-re 20.000 forint, ötre 30.000, tehát hogyha összeálltok többen, akkor még inkább megéri. De most is ez az ajánlat, hogy ki tudjátok próbálni ingyen az egészet, és hogyha feliratkoztok a csatornámra és írtok nekem, akkor igyekezni fogok valamennyi kedvezményt is szerezni, úgyhogy iratkozz fel és írjál nekem akár egy kommentben, és akkor ott add meg az Instádat, vagy az e-mail címedet, vagy Instán írjál nekem egy DM-et, és akkor tudtok még több kedvezményt is kapni. Na, ahogy említettem, ugye a MacPow az a gyártó, aki rengeteg appot készített el, a CleanMyMac amúgy PC-re is van, nyilván nem próbáltam ki, de nagyon jó, hogy nem csak a Mac-re fókuszálnak. Mac-en én imádom a Gemini 2-t, ami megtalál bármilyen dupla fájl, tehát hogyha ugyanaz a fájl többször van meg a számítógépeden, akkor azt megmutatja, és el tudod dönteni, hogy mit töröljél ki. Valamint egy ingyenes alkalmazás, az Unarchiver, ami igazából egy ilyen WinZip Mac-re, és tényleg mindent ki tudsz vele csomagolni, azt is nagyon ajánlom. De most beszéljünk a CleanMyMacX-ről. Simán le kell tölteni,
és utána áthúzod az application folderbe, ezt nem mutatom meg. Ami viszont fontos, hogy miután ezt megtetted, menj az alma menüre, és a System Preferences, ugye a beállításoknál rá kell menni a biztonság és Security and Privacy, én angolul használom, és itt, hogyha lejjebb megyünk, akkor megy olyan, hogy Full Disk Access, tehát hogy a teljes merevlemezedhez milyen appoknak adsz engedélyt, nyilván ahhoz, hogy változtatásokat tud csinálni, én ezt Touch ID-val ki tudom oldani, vagy be kell írni a jelszót, és itt látszik, hogy itt van a Clean My Mac Access, nyilván engedélyezni kell neki, annak érdekében, hogy minden egyes részét tudja optimalizálni a rendszerünknek, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire jól csinál meg. Ha elindítottuk, installáltuk, akkor láthatunk itt fent egy, itt van az ikonja, nagyon kell az ikonja, és már maga, amit itt látunk, nekem nagyon tetszik, hogy ad mindenféle ajánlást, hogy miket csinálhatunk meg, mutatja, hogy védett bármilyen malware, tehát ha letöltenénk valami, vagy nem veszünk észre, hogy letöltünk valamit, és van a rendszerünkben, azt itt egyből jelzi, és hogyha minden rendben van, akkor azt mutatja, hogy biztonságban vagyunk, mutatja, hogy mennyi szabad helyünk van, viszont ezt akár fel tudjuk szabadítani, ugyanez igaz a memóriánkra, hát nekem elég kevés van, lehet, hogy itt majd kéne valamit csinálni, hogyha lenne bármi, éppen most töröltem ki, lehet, hogy bele kellett volna valamit raknom a videó előtt, de hogy kitörölhetnénk, sokkal jobban ki tudjuk törölni a kukánkat, mert lehet, hogy már veled is megtörtént az, hogy nem tudtad a kukát kitörölni valamiért, a Clean My Mac 10-ből 9-szer ezt is megoldja. Továbbá láthatjuk, hogy hogy áll a CPU-unk, tehát a processzorunk, ha ez érdekes, pár network adat, de az érdekesség itt, hogyha kinyitjuk a Clean My Mac-et, egy pillanat alatt itt is van, és van egy ilyen smart scan, amit hogyha elindítunk, akkor gyorsan végig megy ezen az egészen, ki fogom ide írni, hogy mennyi időt vett igénybe. Még csinálja, de úgy gondoltam, hogy addig elmondom, hogy milyen funkciók vannak, ugye ezen a Smart Scan-en kívül külön részekbe is mehetünk, hogyha tisztítani szeretnénk, megvédeni, optimalizálni, vagy törölni szeretnénk, vagy az appjainkat szeretnénk kezelni, úgyhogy az első nagy rész az a clean up, tehát a tisztítás, ahogy mondtam, ugye lehet a kukánkat, de lehet bármilyen e-mail klienst használunk, azt is tudjuk külön-külön törölni, hogyha kaptunk nagy csatolmányokat, akkor azt külön kitörli, a levél megmarad, de így a csatolmány nem foglal nekünk tárhelyet sem a felhőben, sem nekünk itt a gépünkön, és bármilyen dolog, hogyha van a rendszerünkben, ezt majd meg fogom mutatni egy pillanat múlva, azzal is nagyon jól tud foglalkozni. És kész is van, úgyhogy akkor nézzük meg, ennyi idő volt, és ha ezt meg szeretnénk csinálni, itt megnézhetjük részletesen, hogy mikről van szó, elindíthatjuk ezeket a dolgokat, az optimalizálásban is rengeteg mindent megcsinálhatunk, mi jelenjen meg, mi nem, mi induljon el a rendszerrel, optimalizálhatjuk, hogy több RAM-unk legyen, ha a Spotlight nem működik rendesen, akkor újraindexáljuk, hogyha valami baj van a merevlemezünkkel, vagy a Time Machine backupunkkal, ezeket is mind-mind tudjuk optimalizálni. Az appok tekintetében meg az egy fontos dolog, hogy ha ki szeretnénk törölni egy appot, lehet, hogy sokan csak az application, vagy az alkalmazás mappából belerakjuk a kukába és kitöröljük, de nyilván egy installálásnál nagyon sok más file kerül a rendszerbe, ezért is kellett ugye a beállításokba az Apple System Preferences-nél ezt megadni. Lesznek olyanok, amiket mi nem találunk és nem töröl ki, úgyhogy ha valamire úgy döntünk, hogy mi ezt ki szeretnénk törölni, akkor látható, hogy azon kívül, hogy van mondjuk egy app, még milyen más fájlok vannak, amik feleslegesek, hogy ott maradjanak a rendszerben, és ezt itt meg tudjuk csinálni. Ugyanúgy jelzi, hogy milyen alkalmazásokat tudnánk frissíteni, és hogyha lennének, nekem nincsenek extensionjeim, akkor ezeket is megmutatja. Az utolsó dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, az a SpaceLens, ez a fájloknak a kezelési rendszere, ugyanis ez megmutatja, hogy hol mennyi méretű fájl van, amit ugye a sima Finder, a Mac-nek a böngésző alkalmazása, és a hang, imádom, nem tesz lehetővé, viszont itt nagyon jól láthatjuk ezeket, és bele tudunk menni most mondjuk olyanokba is, ami alapból nem jön neki. Hú, nekem a library-n belül az application supportban milyen sok dolog vált, a Logic-ban igen, rengeteg zene dolog van benne, amúgy a like-gomb alatt, amit ha tetszik a videó, nyom be, a leírásban ott van a SoundCloud linkem, ha gondolt, hallgass meg a számaimat. De visszatérve,
itt ezeket manuálisan átnézhetjük, de van ez a large and old files, ami azt csinálja, hogy ha mi nem akarunk keresgélni, akkor, és megint a hang, megmutatja nekünk, hogy milyen nagy fájlok vannak, nyilván bárhogy is tudjuk rendezni, de méret alapján logikus, ami sok helyet foglal el nekünk, és találhatunk itt olyat, amit lehet, hogy már nem használtunk, mondjuk kijelöljük azt, hogy egy éve nem nyúltunk hozzá, és akkor ezt így ki tudjuk szépen törölni. És itt jön be amúgy a Gemini 2, sajnálom, hogy nincs benne amúgy a Clean My Mac X-ben az a funkció, de meg tudja azt csinálni, hogy a duplikációkat kifejezetten megtalálja. Úgyhogy ez maga az alkalmazás, nekem nagyon tetszik. Neked mi a véleményed? Mondd meg kommentbe, és ahogy mondtam, link a leírásba, tényleg tegyél a Mac-ednek és magadnak egy szívességet, töltsd le most, valamint az Apple-ös barátaidnak küldd el ezt a videót, és hogyha ennyi minden kérésem után még lehet még egy, akkor az az lenne, hogy nyomj rá a feliratkozás gombra és a csengőre is. Nagyon sok ilyen tutoriálos, videózáshoz kapcsolódó tech review-val jövök, sőt, elviszlek magammal konkrét forgatásokra is, ahol ilyen BTS vlog stílusban megmutatom, hogy hogyan alkotok, hogyan editálok. Szóval, hogyha ezek a dolgok érdekelnek, akkor tudod, hogy mi a dolgod, én meg remélem, hogy találkozunk a következőben. Szia, sziasztok!